Augustinus, Augustinus, mi következünk? Gyertek, bemehettek a püspökhöz. Ambrus püspök. Ó, megtisztelsz. Az anyám Mónika mindenáron találkozni akart veled. Örülök, hogy a rétor anyját is megismerhetem. Katolikus vagy, gyermekem? Igen. Most mi vagyunk többségben. Újabb beszédre készülsz? Ó, nem. Nem, ez Plotinos a filozófus. Plotinos? Ő nem keresztény. Nem, de nagy filozófus, és sok igazság van a műveiben. És ahogy az írás mondja, aki nincs ellenünk, velünk van. Aki viszont ellenetek van, az igazságnak is. Aki az igazság ellen van, az önmaga ellen is. Tehát ez volt az ok, amiért letetted a kormányzói hivatalt? Az ok nem olyan látható, és átlátszó, mint hiszed. Tehát nem látható? Olyan lelki dolog, amiről beszédet szólt. A Szent Pál leveléről szólt. Én csak kommentárt fűztem a szavaihoz. Nem látható. De ugyanakkor életet ad. Te okos ember vagy, Ambrosius. Nem találod ezt egy kicsit nehezen hihetőnek? Az asszonyod iránti szereteted látható? Nem vitás, hogy nem az. És... mégis új élet született belőle, ami nagyon is kézzelfogható. Látom, tudakozottál felőlem. Te most nem ugyanezt teszed? Méltó vagy a hírnevedre. Te pedig a császárhoz írt beszédeddel sokat teszel azért, hogy megalapozd a saját hírnevedet.